Magyarországon több mint 200 ezer ember érint a demencia. A korai szakaszban való felismerés azonban nagy segítséget nyújthat. A holnapi napon előzetes regisztrációval 90 ember vesz majd részt előszűrési vizsgálatokon, amely segít a demencia kizárásában, vagy éppen korai felismerésében. A demenciával érintett családokat segítő feledhetetlen alapítvány 2024 tavaszán Miskolszon indította el a Ne Feled Nap országjáró programsorozatot, a Tegyük közügyé a demenciát kampány keretében, a Nem vagy Egyedül támogatói kör memória követeivel. Ennek következő állomása lesz Kecskeméten a híres agóra. Az alapítványnak nagyon fontos célja, hogy minél korábbi időpontban kerüljön kiszűrésre a demencia bármely formája. Kecskeméten azonnal segítőkezekre talált az esemény, ugyanis rengeteg önkéntes vállalta a programon való segítést. Múlt évben kereste meg az alapítvány a Kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények igazgatóságát, akik azonnal igen mondtak erre a napra. Lesz egy hallás, látás, vizsgálat, vércukor, vérnyomás ellenőrzés, memória ellenőrzés, valamint a vizsgálatok utána a résztvevők az orvosokkal is konzultálhatnak eredményeikről. Amennyiben valakinek bármilyen eltérés lenne az eredményében, ott a helyszínen további szűrést végeznek. Az eseménnyel a megelőzést, az érintettség korai felismerését és a demenciával érintettek jólétét segítik. Aki nem tudott előzetesen regisztrálni, nem kell aggódnia, mivel a Kecskeméti Egészségfejlesztési Irodához egész évben lehet fordulni tanácsadásra, vagy éppen általános állapotfelmérésre. A programról részletesen beszámolunk kiemelő magazinumban.